Még mindig sok utas várakozik az amszterdami Schiphol reptéren. Miután szerdán tönkrement a repülőgépeket üzemanyaggal feltöltő alvállalkozó hálózata, amely napi 12 millió liter kerozinnal látja el a járműveket. Szerdán 180 járatot töröltek, és több mint 200-at csak késéssel tudtak elindítani. Ráadásul a holland alsó és középfokú iskolákban most kezdődött a nyári szünet, sokan indultak volna nyaralni. A több tízezer érintett utas közül körülbelül 1300 ember nem talált magának szállást, így az éjszakát a repülőtér indulási csarnokaiban töltötte. A helyzet csütörtökre csak részben oldódott meg, mert csak azok a repülőgépek tudnak felszállni, amelyek elegendő üzemanyagot hoztak magukkal a továbbinduláshoz. Csütörtök délutánig további 61 járatot töröltek a légitársaságok Európa harmadik legforgalmasabb repülőterén.